Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grész vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Bajban a méhészek, a háború és a kínai hamisítványok is hatással vannak az árakra. Tovább fejlődik Felsőnyék, számos beruházás valósult már meg a településem. 75 éve született Baka István, a szekszárdi alsóvárosi temetőben emlékeztek meg a költőről. Családi nap, Anna napi búcsút tartottak Dombóvász szőlőhegyen. Nagy bajban vannak a méhészek, az idei év nem kedvezett a termésnek. Ráadásul a háború és a kínai hamisítványok is komoly negatív hatással vannak a piacra. A szakember szerint ettől függetlenül hiába kiváló minőségű az itthon megtermelt áru, többet már nem tudnak érte kérni. Nincs könnyű helyzetben a hazai méhészeti ágazat, és nem csak amiatt, mert idén csak a napraforgóból számíthatnak átlagosnak mondható eredményre a szakemberek, az akácnak és a repcének nem kedvezett az időjárás, ráadásul nagyjából másfél éve drasztikus változások következtek be az uniós felvásárlási piacon, ami részben az ukrajnai háborúval, részben a Kínából beömlő hamisított mézzel magyarázható. Az ukrán méz ugye vámmentességet kapott, hatalmas mennyiségben ömlik be az unióba, illetve a kínai méz mennyisége is 50-60%-kal megemelkedett, véget ért egy nagy uniós mézvizsgálat, 4 hónapja hozták nyilvánosságra az adatokat, amelyből kiderült, hogy például az import kínai méznek közel 80%-a hamis. Emiatt a méhészek őszre nemzetközi demonstrációt szerveznek Brüsszelben. A szakértő szerint idén a jó minőségi hazai méz árának emelkedésére már nem kell készülni. Én nem számítok rá, hiszen van egy határ is, hogy a vásárlók mit tűrnek el. Sajnos a méz nem elsődleges élelmiszer. Mi azt szeretnénk, hogy az legyen, de ha a fogyasztók húznak egy listát, készítenek egy listát, hogy mit kell bevásárolnunk, annak a végén szerepel a méz. Nem csak Magyarországon, az Európai Unióban is. Érezzük, az elmúlt egy évben is visszaesett a mézfogyasztás. Magyarországon ezt az Európai Unióban jellemző egyes becslések szerinti 30%-os mézfogyasztási visszaesést Magyarországon mi még, hál' Istennek, nem tapasztaljuk, de sajnos úgy néz ki, hogy a mézár emelkedése nem realitás. Hazánk egyébként méz nagy hatalomnak számít, évente mintegy 20 000 tonnát exportálunk. A keddi viharos időjárás miatt országszerte 318 tűzoltói beavatkozás történt, közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője szerdán. Mukics Dániel tűzoltó alezredes azt írta, Baranya vármegye kivételével mindenhonnan érkeztek segélyhívások a katasztrófavédelemhez. A legtöbb munkát Békés vármegyében adta a vihar a tűzoltóknak. A 318 beavatkozásból 171-re itt volt szükség. A közlemény szerint országszerte 42 épületben keletkeztek károk. Ezeket jellemzően az erős szél okozta, amely megbontotta a tetőt, felszakította a bádogot, lefújta a cserepeket és fákat döntött ki, amelyek esetenként házakba tettek kárt. Magyarország bármilyen eszközzel és mindenáron megvédi a magyar gazdák érdekeit, akkor is, hogyha az Európai Unió esetleg szeptember 15-e után nem hosszabbítaná meg az ukrán gabona behozatalára vonatkozó uniós tilalmat, jelentette ki a magyar agrárminiszter Brüsszelben. Nagy István a tagországok agrárminisztereinek tanácsülését követően közölte, az uniós gabonaimport tilalom megszüntetése semmilyen szakmai érvel nem indokolható. Ragaszkodni kell az intézkedés fenntartásához, ugyanis nem engedhető meg, hogy a magyar tározókat bennragadt ukrán készletekkel ismét teletöltsék, húzta alá. Az intézkedés hatályát muszáj az aratás utánra kitolni, hogy a saját termésünknek helye legyen. Amennyiben nem érkezik ukrán gabona az országba, akkor lesz helye a magyar termésnek, jelentette ki Nagy István. Folyamatosak a fejlesztések Felsőnyéken, a településen mára már számos projekt megvalósult. A polgármesternek több célja és terve van a jövőre nézve, hogy a község még élhetőbbé váljon. Az épületek felújítása után a település vezetőjének céljai közt szerepel a turizmus fejlesztése is. Mivel nagy az áthaladó forgalom, és nem sokára már bicikliút is átvezet majd a falun, ezért várhatóan megnövekszik majd a szálló vendégek száma is. Turizmusban én azt várom, és azt látom, már van egy panziónk, egy
kialakított 6 szobás panziónk, látjuk, hogy jól működik, egyre jobban, sőt, van, hogy teltházzal fut, ha vadászat van, ha valami alkalom jön. Na most mi azt várjuk ettől, hogyha jönnek a kerékpárosok, jön egy turizmus. Most már van egy csomó olyanunk, hogy borászat a faluba, sajtkészítő 2 is, horgolnak az asszonyok, mézet, méhészek vannak. És én azt látom, hogy ha én is elmegyek valahol kirándulni, azt szeretnék valamit venni. A sokféle helyi termék is sokat lendíthet majd a forgalmon. Valamint az ott élő fiatalok, ha felfedezik, hogy ezek jó lehetőségek, szívesebben maradnak ott és alapítanak családot a faluban, mondja a polgármester. Aki ezt megnyergeli, vagy rááll, az még plusz pénzt hozhat ide a faluba. És hogyha a pénz elkezd valahol dolgozni, az csak jó irányba vezethet. Én abba bízom. Na most, ha megnézzük, nekünk megvan az óvodánk felújítva, játszótér van az óvoda udvarba, megvan az iskolánk felújítva, az iskola udvarba műfüves pályát építettünk. Az óvodához tudtunk építeni egy tornaszobát. A közmunkaprogram keretein belül 50 ember tudott elkezdeni újra dolgozni. Ezáltal a település szépíteni, fejleszteni. Rengeteg ötlet és nagy lelkesedés kíséri a település vezetőjének munkáját. További pályázatokat nyertek ezúttal a közutak felújítására is. Így a falu a környék legélhetőbb településeinek egyikévé vált. Magyarország számára a legfontosabb feladatot az infláció letörése és egyszámjegyűre történő leszorítása jelenti, emellett pedig helyre kell állítani és hosszú távon is fenntartható pályára kell helyezni a növekedést, fejtette ki Nagy Márton. A gazdaságfejlesztési miniszter hozzátette, míg az infláció leszorítása érdekében a kormány eredményes és hatásos intézkedésekről döntött, például kötelező akciózás és online árfigyelő rendszer, addig az uniós átlagot meghaladó dinamikus 4-5%-os növekedés ismételt elérése és fenntartása érdekében rövid távon helyre kell állnia a reálbérek és a fogyasztás növekedésének, valamint középtávon versenyképességi fordulatot kell végrehajtani. A magyar gazdaság utóbbi fordulaton keresztül léphet újra a kijelölt növekedési pályára 2024-től, amelynek célja, hogy mindenki munkához jusson, a bérek növekedjenek, a családok megerősödjenek, miközben 2030-ra elérjük az uniós fejlettség 85-90%-át, és az ország GDP-je 160 ezer milliárd forintra emelkedjen. Koszorúzással emlékeztek meg Baka István születésének 75. évfordulójáról az Alsóvárosi temetőben Szekszárdon. A költő műfordító nevét viselő alapítvány által szervezett rendezvényen sokan részt vettek. Úgy tűnik, hogy az elmenő elvisz magával mindent. Szekszárdon az Alsóvárosi temetőben koszorúzták meg a 75 éve született író sírját. Baka István bár nem itt élt, mindig is ragaszkodott Szekszárdhoz, műveibe is beleszőtte azt. Az évforduló kapcsán több programsorozatot is életre hívnak idén. Szeptember 22-én a Petőfi Irodalmi Múzeumban egy emlékműsor lesz. Mózer Zoltán ennek a szervezője, és két színész, illetve zenész az, aki megemlékezik itt ez alkalommal. Ugyancsak az ősz programja az a Kárpát-medencei versmondó találkozó, amely 2 évente rendeződik meg. Ide várják majd az országból és a határon túlról is a versmondókat. De tervben van még egy Vármegyeházára szervezett pódiumbeszélgetés is, mely Baka István és a zene kapcsolatáról fog szólni. A 20. század második felének meghatározó költészetét, irodalmát létrehozó alkotó műveit nem könnyű értelmezni. Nagyon nehéz az ő szövege. Nagyon nehezen adja meg magát a bakai szöveg, viszont hihetetlen mélységekig jut el a szöveg és az olvasó általa. Rendkívül szigorú etika az, ami átszövi ezeket a sorokat, és nagyon fontos nekünk itt szekszárdiaknak, hogy ez az irodalom 1000 szállal kötődik, kimondva vagy kimondatlanul ehhez a városhoz. A kivételes tehetségű író már gyermekkora óta a könyvek irodalom világában élt. Hamar megtanult több nyelvet is. Jelentős műfordítói tevékenysége által megismerhettünk olyan külföldi műveket is, melyek a kor uralkodó ideológiája miatt nem voltak elérhetőek a nagy közönség számára. Szerda este 8 órakor kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Ekkor derül ki, hogy a több mint 126 000 jelentkező közül
Kik nyertek felvételt az egyetemekre? Mondta Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára. A politikus közlése szerint a leendő hallgatók SMS-ben kapnak majd értesítést arról, hogy felvették-e őket. Hozzátette, az országban számos helyszínen szerveznek eredményváró rendezvényt. Hankó Balázs elmondta, a ponthatárokról a felvi.hu portál is folyamatos tájékoztatást fog adni, de nyomon követhetők az eredmények a Facebookon is. Az államtitkár kiemelte, hogy tavalyhoz képest 27%-kal növekedett a jelentkezők száma, ami azt jelzi, hogy sikeres a magyar felsőoktatás, és minél többen szeretnének ebből a sikerből részesülni. A felvételizők számának emelkedése az államtitkár szerint arra is utal, hogy a korábbinál rugalmasabb, autonómabb lett a felvételi. 2 éve vezette be a kormány a CSED százat, amelynek köszönhetően a csecsemőgondozási díj mértéke a korábbi bruttó kereset 70%-áról annak 100%-ára emelkedett, így a szülés utáni fél évben az édesanyák több pénzt kaphatnak készhez, mint amennyi korábban a munkabérük volt, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Hornung Ágnes emlékeztetett arra, hogy a kormány elkötelezett annak támogatása mellett, hogy minden vágyott gyermek megszülessen, és a gyermekvállalás ne járjon anyagi hátránnyal, emelte ki az államtitkár, hozzátette, a több mint 30 elemből álló magyar családtámogatási rendszer egyik fontos része a 2021. júliusában bevezetett CSED 100, amely annak a nőnek jár, aki a gyermeke születése előtti 2 évben legalább 365 napon át biztosított volt, a támogatást pedig az anya a szülési szabadság időtartamára, vagyis 168 napra veheti igénybe. A Szőlőhegyiek Szőlőhegyért Egyesülettel karöltve szervezett Anna napi búcsút Dombóvárváros önkormányzata. A délutáni családi nap folyamán számos programmal várták az odalátogatókat, majd a napot Vastag Csaba énekes koncertjével zárták. Az idei évben is számtalan hagyományos és új program várta az érdeklődőket a Dombóvár Szőlőhegyi Anna napi búcsú alkalmából. A rendezvényen az újonnan májusban alakult Szőlőhegyiek Szőlőhegyért Egyesület is kivette részét a szervezésben Dombóvárváros önkormányzata mellett. Hivatalosan az egyesületünk még csak néhány napja működik, de már az év elejétől fogva tevékenykedünk, próbáljuk összefogni a szőlőhegyi embereket. Több megmozdulásunk is volt. Az első az egy apró kis szemétszedés, így indult, ami az is nagyon jól sikerült, és sok embert meg tudtunk mozdítani, illetve családi napot szerveztünk ez idáig. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt tökéletes választás volt a július utolsó előtti szombatján megrendezett gyermek és családi program. Minden korosztály megtalálja a magának megfelelő elfoglaltságot a rendezvényen. Délután 17 órától arcfestés, légvár, körhinta, vattacukor és számos egyéb program várta a fiatalabb korosztályt. A jövőben szeretnénk több rendezvényt szervezni, amivel igazából a közösséget szeretnénk egy kicsit összefogni. Nagyon sok szőlőhegyi ember nem is ismeri egymást, úgyhogy ezek egy nagyon jó alkalmak, hogy megismerkedjünk. Illetve szeretnénk egy kicsit kiállni Szőlőhegyért, képviselni a szőlőhegyi emberek gondjait, egy kicsit magunkra venni. A színes programokat egy nagyszabású, élő Vastag Csaba koncerttel zárták, aki közvetlenségével és énektudásával járult hozzá a rendezvény sikerességéhez. Regionális híreink következnek. Megérett a szabadföldi ormánsági dinnye, Pécsen kóstolhattak az idei termésből. Sikeres felvételi után jövedelem igazolás, megnő a NAV ügyfélforgalma a ponthatárok meghúzását követően. Víradást szervezett a Vöröskereszt, a pécsi vasútállomásra települt ki a Baranyavár megyei szervezet. A jégkár csúfított bele az idei dinnyetermés eredményébe Baranyában, ez derült ki a hagyományos pécsi kóstoltatáson, ahol a mézédes ormánsági gyümölcsből ehettek az emberek. Az ágazat termő területe már évek óta nem növekszik, ezért kell minden segítséget megadni a termelőknek, akik nagy anyagi kockázatot vállalnak minden évben, mondták el az eseményen. Most,
Dinnyét kóstoltak a járókelők a pécsi Kossuth téren kedd délelőtt. Beérett az ormánsági szabadföldi gyümölcs. Ezt kínálták az embereknek. Baranyában mintegy 100-110 hektáron terem a görög dinnye. Hektáronként a 600 mázsát általában meg szoktuk termelni. Jók az adottságaink, homoktalaj, jól tudunk öntözni, jó az öntözővízünk, egy különleges ízanyagot tudunk produkálni minden évben. Még azt is mondhatnám, hogy javító minőségnek megy az áruházakba. A mennyisége, ugye kiszámolható 100 hektárral a 600 mázsa, tehát nagyon 3-4-500 kamionnyi tétel megy el minden évben. Az időjárás eddig kedvezett az idei termésnek, de a hétvégi jégverés károkat okozott, mondja a dinnye kóstoltatás szervező nemzeti agrárkamara baranyai elnöke. Nagyon jó volt az időjárás, idáig kegyes volt a dinnyére, nagyon sok volt a napsütéses órák száma, a dinnyének két ismérve van, a jó időjárás, a meleg és a víz, meg a tápanyagok, de sajnos az utóbbi időben, 3 nappal ezelőtt a dinnyét érte egy jégverés is, gazdálkodóink nagyobb jeget kaptak, valaki nagyobbat, valaki kisebbet, valaki kimaradt, hál' Istennek belőle, a gazdák most kindolgoznak a dinnyeföldön, kármentesítést végeznek, a jégverdinnyéket eltávolítják, és a növényvédelmet megkezdték. A megyei önkormányzat a másik szervezője már hagyományos eseménynek. Az elnök azt mondja, céljuk, hogy megismertessék a helyi mézédes dinnyét mindenkivel. Azt szeretnénk, hogyha elsősorban a nagyvárosban élők, a pécsiek tudatosabban vásárolnának, és a tudatos vásárlóként keresnék a helyi terméket. Amikor helyi terméket választunk, akkor azzal kettős célt követünk. Egyrészt támogatjuk a helyi gazdákat, ezzel élénkítjük a helyi gazdaságot, hiszen az a pénz, amit a helyi termelőknek kifizetünk, itt marad a térségbe. Másrészt pedig biztosak lehetünk abban, hogy a családi asztalra jó minőségű, egészséges, finom és helyben megtermelt élelmiszer kerül. A dinnye termesztése egy pénzigényes ágazat. Induláskor hektáronként 5 millió forint kell. Ehhez jönnek még a napi költségek, amik jelentősen megemelkedtek, mondja a baranyai főispán. Ezért az agrártámogatásokat igyekeznek nekik minél gyorsabban kifizetni a kormányhivatalon keresztül. Új Európai Uniós költségvetési ciklus új támogatási rendszerek vannak, de a zöldség-gyümölcs termesztők számára továbbra is elérhetőek a kiegészítő támogatások, a nagyobb intenzitású beruházási támogatások, fagyvédelmi berendezés 80% támogatást is elérhet. Fontos, hogy megmaradjon a termelési kedv, a jövőre vagy az elkövetkező években is arra tudjuk kérni a Baranya megyei fogyasztókat, hogy keressék és vegyék a baranyai dinnyét. Most egy nagyon nehéz időszakát éli át az ágazat itt a megyénkben is. Jelenleg 45-50 család termesz dinnyét Baranya vármegyében. A termés terület már évek óta nem nő, ezért fontos, hogy sikeresen megtartsák a gazdákat, és ne tűnjön el az ormánsági dinnye. Várhatóan megnövekszik a NAV ügyfélszolgálatok forgalma a héten, ugyanis most derülnek ki a felsőoktatási ponthatárok. Ezután sokan keresik fel az adóhivatalt jövedelemigazolásokért. A ponthatárok kihirdetését várják a fiatalok a pécsi Széchenyi téren. A felvételek tavaly készültek. Az idei pontot parti szerdán lesz, ahol kiderül, hogy szeptembertől kitanulhat a felsőoktatásban. A leendő egyetemisták közül sokan ezután az adóhivatalhoz mennek, mondja a Baranyai NAV sajtóreferense. A sikeres felvételit követően a kollégiumi férőhelyek pályázatához szükséges lehet jövedelmigazolást, ezt az egyetem szokta kérni. Magának a diáknak a jövedelméről, de előfordulhat, hogy a közös háztartásban élő családtagok jövedelméről is kér igazolást az egyetem. Többféle formában lehet igényelni a jövedelemigazolást, mondja Barlai Krisztina. Személyesen bármelyik ügyfélszolgálaton, vagy pedig meghatalmazás útján is lehet igényelni az ügyfélszolgálatokon. Ezen kívül elektronikusan, az igazolnyomtatványon, vagy pedig telefonon, a 1819-es infóvonalon, a jövedelmigazolás menüpontban. Ez az igazolnyomtatvány, ez használható postai úton feladott kérelem esetében is, és az igazolás kiadása illetékmentes. Figyelni kell a kérelem kitöltésekor, mert hiányos kitöltés esetén nem adható ki igazolás. Ha így adják be, akkor hiánypótlásra szólítják fel a kérelmezőt. Előfordulhat az is, hogy nincs adat a hivatalban az adózóról. Tehát nem adott be bevallást, vagy olyan
nyilatkozatot tett, amelyre vonatkozóan nem kell neki bevallást adnia, akkor a jövedelmi igazolás nullás adattal kerül kiadásra. Abban az esetben, hogyha az adózó kapott hiánypótlásra felszólítást és ennek nem tett eleget, akkor megszüntető végzést fog kapni, nem pedig jövedelmi igazolást. Ezt a végzést pedig nem fogja elfogadni az egyetem jövedelmi igazolásként. Jövedelmi igazolás kiadása csak magánszemélyek esetében értelmezhető, tehát vállalkozások, társaságok esetében nem értelmezhető. Egyébként a kiadás pillanatában érvényes adatokat tartalmazza a jövedelemigazolás. Így az SZJA, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, vagyis az ECHO adatait, illetve a katásoknál a bevétel 60%-át. A témáról bővebben Adópercek című műsorunkban hallhatnak. Véradást szervezett a Vörös Kereszt Pécsen. A helyi vasútállomásra települt ki a Baranyavár megyei szervezet. A MÁV-val évek óta együttműködnek, ezért a vasutas dolgozók és bárki átutazó részt vehetett a véradáson. Stábunkkal ellátogattunk a helyszínre. A véradás az a segítségnyújtás, amikor önkéntesen saját vérünkből csekély mennyiséget más személy számára felajánlunk úgy, hogy az alkalmas legyen a beteg gyógyítására. Ez az, amiért fontos vért adnunk. Többek között ezért is szervez rendszeres véradást a Magyar Vöröskereszt Baranyavár megyei szervezete. Ez alkalommal a pécsi vasútállomáson történt mindez, ahol szép számmal volt jelentkező az egyik váróhelységben. Ott a járok vért adni, ott a járok plazmázni. És egyszer sikeresen kaptam egy SMS-t a telefonomra, hogy nagyon örülnek neki, hogy adtam SMS-val, megmentettem egy kisgyerek életét ebben. A Vöröskereszt Baranyavár megyei szervezete és a MÁV-STAR ZRT között együttműködés jött létre már több éve azzal a céllal, hogy 3 havonta véradást szervezenek a pécsi vasútállomáson. Ezen a dolgozók és bárki más is részt vehet. Ilyenkor kitelepül a szervezet az egyik váróhelységbe, és ott a megfelelő eszközök berendezések segítségével megtartja a véradó programot. Egy véradás alkalmával 4,5 deci vért vesznek az emberektől, így ezzel a lehetőséggel 3 ember életet menthetnek meg. Vannak bizonyos feltételek is, amelynek meg kell felelni ahhoz, hogy valaki vért adhasson. Ilyen például az, hogy 18 évet betöltött felnőtt személynek kell lennie, illetve maximum 65 éves korig jelentkezhet egészséges személy véradásra, tette hozzá Márton Ildikó véradás szervező. Gyógyszerek mellett is lehet vért adni. Nagyon fontos, hogy a gyógyszerek rendszeres szedésével karban van tartva a betegség, akkor semmi akadálya a véradásnak. A biztonságos hazai vérellátáshoz évente 500 ezer egység vérre van szükség. Ehhez évente közel 500 000 önkéntes véradományát, önzetlen segítségét várják a gyógyulásra váró betegek. Végül mutatjuk legfontosabb Tolnavár megyei híreinket, még egyszer röviden. Bajban a méhészek, a háború és a kínai hamisítványok is hatással vannak az árakra. Tovább fejlődik Felsőnyék, számos beruházás valósult már meg a településen. 75 éve született Baka István, a szekszárdi alsóvárosi temetőben emlékeztek meg a költőről. Családi nap, Anna napi búcsút tartottak Dombóvár szőlőhegyen. Csütörtökön már front mögötti tiszta napsütéses mérsékelten meleg időre számíthatunk, csapadék az ország legnagyobb részén nem hullik. Napközben országszerte megélénkülő északnyugati szél fog fújni. Nagyon erős lehet az UV-sugárzás, éjszaka többnyire csillagfényes égbolt várható. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!